elendület az anyámnak. Szia Laura! 45 pontot kaptál, és így első lettél, a műsor felénél első helyen ez. Nagyon ügyes voltál, azt mondták, hogy európai szintű a dal, és Rákai Filip azt mondta, hogy jöhet értél, hogy leesett majdnem a lóról. Igen, hát én el sem hittem, amiket mondtak, tehát én annyira tisztelem őket, és hiszek minden egyes szavuknak, hogy én nekem ez ilyen álom. Az is álom volt, hogy eljöhettem ide, elénekelhettem ezt a dalt, és hát ez is egy álom. Úgyhogy... Azt is mondták, hogy az is egy álom volt, amit te csináltál a színpadon. Ezt nem lehet szavakba önteni, hogy ilyenkor mit érez az ember, mikor ezt mondják így arra, hogy amit csinál, hogy énekel és kiáll. És... Na, hát izgultam, de nagyon jó. Rakóczai Viktor azt mondta, hogy nem kell feszegetni a határokat élőben, stúdióban lehet. Ezt hogy érzed? Igen, van benne igazság, valóban én ilyen magasság, tehát nekem ugye nincs is olyan nagy tapasztalatom még az éneklés terén, tehát ilyen szóló éneklés terén, és valóban ez egy nehéz dal, erre nagyon oda kell figyelni, de szerintem, hogyha egy kicsit szokom majd a színpadot, akkor ez már nem határfeszegetés lesz, hanem megmutatom, ami bennem van. Jó, akkor készülj fel arra, hogy majd a lihegőben meg utána is rengeteg férfi fogja a telefonszámodat elkérni, úgyhogy eddig is jó pihenést kívánunk. Köszönöm.